Szép jó napot kívánok a kedves nézőknek! Önök magyar nyelvű közéleti magazin műsorunkat, a Nézőpontot látják. Mai adásunkban beszámolunk a kárpátaljai zászlóbontásról, az MTV a stábja által forgatott dokumentumfilm Beregszászi bemutatójáról, valamint a Géniusz Alapítvány és a Munkácsi Szent István Líceum működéséről is. Érdemes velünk maradni! 1703. május 21-én Esze Tamás Tarpán kibontotta Rákóczi zászlaját. Ezzel gyakorlatilag hadat üzentek a Magyarországot bekebelező Habsburgoknak. Ezt követően a mai Kárpátalja településein egymás után bontották ki a nagyságos fejedelem lobogóit. Elsőként a Tarpával szomszédos Mezőváriban, majd Beregszászon. Hagyományőrzők egy csoportja a korhű ruhában újra megtette, kifejezve tiszteletüket a szabadságharc eszméi előtt. Ma délelőtt Tarpa mezővárosban, és én már itt, Mezőváriban is zászlót bontottunk, és csatlakozásra szólítunk fel minden igaz magyar embert, kiben kurut szívdobog. 310 évvel ezelőtt ezekkel a szavakkal fordult Esze Tamás a mezőváriakhoz. Az ősi református templom melletti egykori piac téren most is sokan gyűltek össze, hogy meghallgassák a kurucvezért, akinek szavai nagy hatást gyakoroltak a helybeliekre. Sokan közülük azonnal csatlakoztak a felkelőkhöz. A zászlóbontás valaminek a kezdetét jelenti, tehát valójában egy háborúnak is lehet ez a kezdete, lehet ez egy szabadságharcnak is a kezdete. Valójában ez egy jelkép, amikor egy nép, egy nemzet, ha zászlót bont, azt is jelenti, hogy fel a lábára állt, ugye, és elkezdi a szabadságharcát. Tehát ez is lehet. Jelen esetben ez mi volt? Jelen esetben ez az volt, mint ahogy a beszédemben is említettem, ugye a török hódoltság után egy új korszak kezdődött el Magyarországon, 1686 után, tehát Buda felszabadítása után. Elkezdődött ugye a Habsburgok megtelepedése Magyarországon, és valóban időnek kellett eltelni, hogy a magyar nép rádöbbenjen, hogy nem felszabadultóként érkeztek ez a haderő, hanem valójában megszállóként. Tulajdonképpen Magyarországot úgy kezelték, mint fegyverrel hódított tartományt. És ez volt az egyik oka annak, ugye, hogy akik egy kicsit előre láttak, akik látták a jövőt, ezek megpróbálták ráébreszteni a magyar népet, a nemzetet, ugye, hogy itt a Habsburgokat meg kell állítani, és el kell kezdeni egy népnek a szabadságharcát. Mi történt itt Váriban, mit mondanak a források? Valóban részt vettek-e benne váriak is? Sokszor elmondom a gyerekeknek is, hogy valójában itt az iskolával szemben, átellenben zajlott le valamikor 310 évvel ezelőtt a zászlóbontás. Tehát Vári népe itt fogadta azt, hogy most és ebben a pillanatban meg kell állítani a Habsburgokat. És valóban a kutatásaimban előkerültek több tíz ilyen név, 40-50 név, de talán több is van már, akik részt vettek ebben a szabadságharcban. Tulajdonképpen voltak olyan ezredek, különösen a Kazinci ezred, amiben a váriaknak a kétharmada, tehát váriakból állt az a Kazinci ezred, de egyébként más ezredekben is részt vettek váriak, két-hármas létszámban, de minden esetre részt vettek. A másik érdekes kérdés, hogy milyen volt a fegyvernemük, ugye? Tehát nagyon soknak éppen, hogy csak egy kardjuk volt, ugye, vagy puskájuk, vagy pisztolyuk volt, vagy esetleg egy botjuk volt, ugye, tehát ezzel indultak hadba. Természetesen később aztán szereztek a németektől, a labancoktól szereztek fegyvert, és így vonultak ki az Alföldre, és tovább Namény irányában. Innen tudni azt, hogy hová mentek Esze Tamásig? Igen, hát azt tudjuk, hogy június 16-án ugye Vereckénél találkoznak Rákóczival, itt már Rákóczi eltökélt, ugye, hogy a szabadságharc élére áll, tehát hogy a nemzeti felszabadító mozgalom élére áll, és majd júliusban aztán, amikor sikerült Tiszabecsnél ugye a károlyi hadait, csapatait megfuttatni, ugye, ezután Rákóczi, tehát július 14-én
Váriban száll meg, tehát egy éjszakát itt száll meg Mezőváriban, és itt indul majd Namény irányában. Tehát itt már ugye Namény irányába eljutottak, tehát kijutottak az Alföldre, itt már százával, ezrével csatlakoznák hozzájuk a kurucok, és valójában mire elérkezünk az 1703-as év végére, vagy az 1704-es év kezdetére, 80-90 ezer kuruccal kell már számolni. Mezővári után hol bontottak újra zászlót? 1703. május 21-én Mezőváriban zászlót bontanak, és még aznap ugye valójában tovább indulnak, és majd a következő nap, 1703. május 22-én Beregszáz főterén is zászlót bontanak. Tehát valójában büszkék lehetünk arra, hogy innen indult a Rákóczi szabadságharc, tehát a vidékünkről indult. És visszatérve még ezekre a listákra, tehát akik részt vettek a Rákóczi szabadságharcban, itt átolvasgattam, itt valójában a környező falvakból, Csetfalváról, Tiszaújlakról, Halábóról, Borzsováról, tehát mindenhonnan vannak kurucok, mindenhonnan. És ha mostani határokat nézünk, ugye ha átlépjük a Tisza vonalát, a régi történelmi Magyarország, ha gondolatba is egyesítjük, ugye, akkor rájövünk, hogy a környező falvakból is rengetegen érkeznek kurucok és különböző ezredekbe szolgálnak. Tehát valójában büszkék lehetünk arról összefoglalva, hogy Kárpátaljáról indult ez a kuruc szabadságharc. Nem csoda, hogy a falu lakosai máig nem felejtették el az eseményt, rendszeresen megemlékeznek a zászlóbontásról, a fiatalok és idősek közösen. Minden évben Rákóczi napok rendezvény sorozat záró akkordja. Ez az ünnepség, amelyre készülünk ugye a iskolánk tanulóival, de ezt megelőzi egy egyhetes rendezvény, ahol rajzkiállítás, Rákóczi szabadságharc jeleneteit ábrázoló plakátok, Rákóczi várait ábrázoló rajzok és plakátok, aztán kurucnóták és dalok bemutatása, iskolánk tanulói gyűjtik ezeket a nótákat, énekeket. Az én anyósom, aki valójában halábori születésű, de nagyon sok népdalt, mondát, helyi jellegzetességű, helyhez kötődő történetet ismer, és nagyon sokszor mesélte fülem hallatára az én gyermekeimnek is, tanítgatta a gyermekeimet ezekre a rákóczi kurucénekekre. A Rákóczi szabadságharcnak az egyházak képviselői szerint is sok üzenete van a ma emberének. Ezek közül talán a legfontosabb a nemzet és a szabadság fogalma. A történelemből mindig tanulhatunk, és látjuk azt, hogy Rákóczi jelmondata az összefoglalja a leglényegesebb dolgokat. Az első, hogy nem saját erejében és nem is a szövetségesekben bízott elsősorban, hanem Istenben bízott, azt mondta, Istennel a hazáért és a szabadságért. Ma is nagyon fontos, hogy mindazt a célt, amit magunk előtt látunk, amit kitűzünk magunk elé, Isten segítségével akarjuk elérni, tehát kérjük az ő útmutatását, vezetését, az ő segítségét, az ő áldását. A második dolog, amire oda kell figyelni, az a haza iránti vágy, a haza tudatának az ereje nagyon fontos a mai élő ember számára is, mert a haza az biztonságot ad. Én magamnak így szoktam ezt lefordítani, hogy a haza az a házzal kezdődik, ami az otthont jelenti. A haza az azt a vidéket, azt a környéket jelenti, ahol a mindennapjainkat éljük. És a hazáért a mai élő ember úgy tud küzdeni, hogy benépesíti elsősorban a házát, azt a vidéket, ahol él. Annak idején valószínű, hogy nagyon kicsi házakban éltek a mi elődjeink, de abban a 2-3 szobában nagyon sokan éltek. Ma nagyon sok szobánk van, és csak 2-3 ember él ezekben a nagy házakban, amit építettünk. Valamit változtatni kell, valamin változtatni kell. A gondolkodásunkon, a birtoklás vágyunkon, és megtagadva önzésünket, kényelmünket, azt kell ma mondani a magyar nemzetnek, ha hazát akartok, akkor népesítsétek be a házatokat, és azt a vidéket, ahol éltek.
Én úgy gondolom, hogy ez a fontos üzenet, amit én is megértettem, és amit szeretnék továbbadni a mai élő magyar nemzettársaimnak. A harmadik dolog a szabadság, ahhoz, hogy egészségesen nőhessenek fel gyermekeink, azért, hogy a reménységeink beteljesüljenek. Szükségünk van arra az érzésre, ami a szabadság tudata az embernek, hogy igen, eljuthatok innen ide, megtehetem, biztosíthatom a gyerekeim számára. Ma nagyon sokszor halljuk azt, hogy mindent szabad, de mégis korlátok közé szorítva érezzük magunkat. A szabadságért Istennel lehet küzdeni az embernek úgy, hogy nem vért és áldozatokat követel, hanem olyan módszerekkel, olyan eszközökhöz nyúlva igyekszik szabadságot biztosítani másoknak, és így szabadságban élni saját családjával, környezetével, ami csak úgy lehet a miénk, hogyha Istenre figyelünk. Istennel valóban lehet az ember szabad, rabságok nélkül, eszmék, ideológiák nélkül, ami gúzsba köt, szabadon gondolkodhat, szabadon alkothat, és mosolyogva nevelheti a gyerekeit, tudhatja azt, hogy nem diktatúra, nem elnyomás vár rá, hanem az Istenről figyelő ember az Isten szuverenitását és az ember szabadságát összefüggésben együtt látja. Én így látom, és én kívánom azt, hogy mindazok, akik ebben az esztendőben megemlékeznek a Rákóczi szabadságharcról, tanulnának abból, ami akkor történt, és nem feledkeznének meg arról, hogy Isten adhat nekünk szebb jövőt. Nem hiába állt Rákóczi zászlaján is a jelmondat, Istennel a hazáért és a szabadságért. Ennek szellemében járta Esze Tamás kurucaival a városokat, falvakat, toborozva a sereget. Az íródeák szerint Tarpa és Mezővári után Beregszász következett, a hagyományőrzők is ezt az útvonalat követték. A vérkeparti városban tömeg várta őket, közöttük voltak zászlaikkal a fejedelemhez haláláig hűséges ruszinok leszármazottai is. Felszólítjuk ruszin testvéreinket is, akik mindig válvetve küzdöttek a magyarokkal a zsarnokság ellen. Álljatok közénk, testvéreink! Rám bíztak egy feladatot, mint előadóra, és én örömmel bólintottam rá, szöveget kaptam, amit megpróbáltam elsajátítani, és ezt a szöveget ebben a jelmezben ezt továbbítani kellett a magyarok felé. Na most nekem ez már maga örömet szerez, hogy esetleg olyan vidéken, ahol nem beszélnek túl sokat, vagy túl fényesen magyarul, valószínűleg örömmel hallják, hogy van valaki, aki beszél. Úgyhogy nekünk is érdemes. De ha mégsem megyünk túl messzire ki a határvidékre, vagy szórványba, hogy gyakran nevezik, hanem itt bejebb vagyunk, ahol igenis beszélnek magyarul, nagyon sokan is, és nagyon szépen, akkor is valahol nekem az jól esik, hogy odaállok, és az emberek hát ha meglátják, hát ha hajlandóak elképzelni, hogy jé, tényleg volt ilyen, vagy ő az, és ilyeneket mondott, hogy ilyeneket tett, volt, aki beszélni, mert hangosan, volt, aki vállalt dolgokat, volt, aki tett valamit, mindegy, hogy aztán a végén mi sült ki belőle, vagy mi nem, csak volt, akinek akadt mersze, és lépett. Ma bátran elmondhatjuk, hogy Rákóczinak kultusza van Kárpátalján. Róla nevezték el például a megye egyetlen felsőoktatási intézményét. A Salánki Ijászkör hagyományőrzői lassan 2 évtizede járják a falvakat, városokat, terjesztve a fejedelem eszméit. Évente elég sok felkérésünk van, mi magunk is szervezünk tábort, különböző rendezvényeket, ha meghívnak, elmegyünk díszőrségbe valamilyen történelmi játék előadására. Igen, Kárpátalján Rákóczi kultusz van, Rákóczi a magyar történelem azon alakjai közé tartozik, akiket nem csak a magyarság tisztel Kárpátalján, hanem a ruszinság, ennek ma is tapasztaltuk jeleit, hisz együtt bontottunk zászlót a Gens Fidelissima
hűségesebb, leghűségesebb nemzet képviselőivel, a ruszinokkal. Szívesen megyünk persze bárhová, sajnos azért a határátkeléssel vannak gondok Magyarországon, nem nagyon tudunk ezzel a sok felszereléssel olyan szabadon átkelni, de Kárpátalján nem hiszem, hogy volt olyan iskola még, ahol vagy egy élő történelemórát ne tartottunk volna, vagy valamilyen más jellegű rendezvényen ne lettünk volna jelen. Hát Tiszaújlak, Munkács, Beregszász, Vári mellett természetesen Salánk is a Rákóczi kultusz egyik központja. Rákóczi utolsó tanácskozását ott tartotta, amit mi országgyűlésnek titulálunk. Épp most tisztította meg a hegy tetején az erdészet, a Rákóczi asztalát, van egy pihenőhely, akár egy 30-40 fős társaság is föl tud menni, kitaposott ösvény van. Rákócziról és Mikeskelemenről utcákat, emlékjeleket, iskolát, táborunkat neveztük el. Több Rákóczi monda él a Salánkon is, a környező településeken is, és hát ezért is a Salánki íjászkör nyári tábora a Mikeskelemen nevet viseli. Nagyon sokat meséltek az öregek, sajnos, hogy a mostani generációt már azt mondom, hogy nem nagyon érdeklik ezek a régi mesék, de tegyük fel, én nagyon szívesen hallgattam az édesapám elbeszéléseit, esténként, mikor leültünk, és akkor sok mindent elmesélt. Például? Hát például, hogy menekült Rákóczi, vagy ha most Rákócziról beszélünk, ugye van egy ilyen mondás is, hogy úgy tudott megmenekülni az ellenség elől, hogy fordítva verette fel a kovácssal a patkóját, hogy ahová ment, a patkó pont ellenkező irányba mutatott. Na most, hogy ez valóság, vagy nem valóság, ugye ez, de ez is egy ilyen, és aztán, hogy megvan Rákóczinak a lenyomata, ott a patkó nyomata, a Szalvapatak partján van egy kő, állítólag abban van ez a patkónak a lenyomata. Szeretik Rákóczit? Ha igen, akkor miért, és hogy nyilvánul ez meg? Az, hogy szeretjük, ez nem kifejezés. Ez nem kifejezés, mert Rákóczi nekünk egy nagyságos fejedelem, amit tisztelünk, és tovább visszük ezt a hagyományt, ezt a Rákóczi kultuszt igyekszünk minél bővebben, hogy úgy mondjam, már a fiatalabb generációknak is átadni, hogy ők is egy kicsit ezt az elferdült történelmet azért egy kicsit jobban értsék meg, mert a történelmi könyvekből valahogy ezt nem lehet úgy megérteni, mert akkor félre minket is annak idején félre magyaráztak, félre tanítottak, már úgy értem az iskolába, és hogyha most én az én őseimtől nem hallom ezeket a meséket vagy mondákat, akkor most lehet, hogy nem állanék itt, mert volt olyan este, hogy elővették a Rákócziról szóló könyveket, és bizony, hogy tátott szájjal hallgattuk, mint gyerekek, hogy mit olvasnak apáink, anyáink. A kárpátaljaiak emlékezetéből a múló évszázadok sem tudták kitörölni a nagyságos fejedelem emlékét. Salánkon, ahol Rákóczi utolsó országgyűlését tartotta, az évfordulón minden évben hatalmas tömeg kíséri a fejedelmet a számüzetésbe.
Az MTVA stábja dokumentumfilmet forgatott a II. Magyar Hadsereg tragédiájáról a Dunkanyarban a II. Világháborúban. A filmet Ott a messzi Donnál címmel nemrég mutatták be Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A vetítésen részt vettek a film alkotói is, akik Oroszországban a katonai szakértőkkel végigjárták a csaták helyszíneit. A Beregszászi Magyar Főiskola filmklubjában telt ház előtt mutatták be az Ott a messzi Donnál című dokumentumfilmet. Az alkotásból kiderült az, hogy a magyar hadvezetés a német politikai nyomásnak engedve küldte haderejét a Szovjetunió ellen. A II. Magyar Hadsereg pusztulásában az is közrejátszott, hogy a szovjet túlerővel szemben megfelelő fegyverzet, helyismeret és utánpótlás nélkül kellett felvenniük a harcot a honvédeknek. Mindez ahhoz vezetett, hogy közel 200 ezer magyar katona nem tért vissza a Dunkanyarból. A vetítés utáni pillanatokban néma csend uralkodott a teremben. Középiskolában nem tanítanak úgy meg 100%-osan mindent róla, és talán ez a film sem adja át tökéletesen azt, ami akkor történt, ugye, mert hiszen senki nem tud visszamenni a múltban, de úgy gondolom, hogy mégis nagyon sokat adott. Láthatunk olyan képeket, amiket hát más kapcsán nem nagyon tudunk megkeresni, hiszen egy archívumból kerültek ki, amelyeket más nem láthatott eddig. A filmesek célja az volt, hogy mindenki, főleg a fiatalok számára közel hozzák, érthetővé tegyék az akkori történéseket. Azt tudtuk, hogy ismeretterjesztő filmet szeretnénk készíteni, azt is tudtuk, hogy ebben megszólnak hadtörténészek, azt is tudtuk, hogy ebben felhasználunk majd korabeli filmhíradókat, illetve korabeli fotókat. Azt nem tudtuk, hogy kint a Dunkanyarban mi vár ránk. Az spontán jött, hogy kit tudunk ott megszólaltatni, hogy egyedül a Filonyenko professzor volt biztos, hogy ő rendelkezésünkre áll, de hogy a helyszínen kiket tudunk megszólaltatni, az bizonytalan volt. Szerencsénk volt, hogy mégis értékes megszólalókra találtunk. A magyar filmesek két napi autózás után érkeztek Voronyezsbe, innen indultak a forgatások helyszíneire, ahol a helyi oroszok mindenben segítették a munkájukat. Voronyezsben volt a főhadiszállásunk, és utána jutottunk el a fontosabb helyszínekre, tehát Sztorozsevojéba, Sjúcséjóba, Urivba, ugye, ahol 1943. január 12-én megtörtént az áttörés. Sok segítőkész emberrel találkoztunk, különösen Sztorozsevojéban, ahol a polgármester elvitt bennünket a harcok színhelyére, nyilatkozott, megmutatta, hogy hol voltak a honvédállások, hol voltak a vörös hadsereg állásai. De ugyanez volt egyébként Urivban és Csúcséban is, ahol szintén találkoztunk helyiekkel, és hát csak a megbékélésről tudnak beszélni most már ezek az emberek, pedig hát ott kegyetlen harcok voltak azon a télen. Мы находимся в селе Пухово Лискинского района Воронежской области. Пуховоban vagyunk, Voronyezs megye Liszkinszki járásában. Itt van mellettünk a templom. 1942. júliusától 1943. januárjáig voltak itt magyar katonák. A megszállás időszakában itt temették el a magyar honvédeket. Néhány évvel ezelőtt járt itt egy magyar delegáció. A sírokat exhumálták, és azt is kutatták, hogy tényleg magyar katonák vannak-e ide eltemetve. Itt személyes holmikat, cipőket találtak. Ezeket a holmikat nem akarták innen elszállítani, mivel nem sikerült pontosan kideríteni az itt eltemetettek személyi azonosságát. Ezért ez a sírhalom itt maradt. A helyi lakosok ezt a temetőt nem akarták eldózerolni, megsemmisíteni, hiszen ezek a katonák nem önként jöttek ide, hanem parancsot teljesítettek. Itt Puhovóban, e romos templom oldalában 70 évvel ezelőtt a kaposvári 10. könnyű hadosztály 6. és 36. gyalogezredének ősi temetője volt. Ezeknek az egységeknek a védőállásai a Sjúcséi és a korotojaki hitfő közötti területen voltak. Az az igazság, hogy a vörös hadsereg ellen harcoló magyar katonák között nagyon sokan emberségesen viselkedtek. A megszállókban emberi szív lakozott. A helyiek olyan eseteket is elmondtak nekünk, hogy például az egyik magyar, aki éppen visszavonulóban volt, az egyik hölgynek hálája jelképéül oda ajándékozott egy szent képet. Ez a nő a legnehezebb időkben a saját maga sütötte, fekete kenyérrel élelmezte ezt a magyar katonát.
Ezt a szentképet a nő aztán odaadta a fiának, és ez a fiatalember ezzel a magyar szentképpel katonaként eljutott a szovjet határig, ahol német hadifogságba esett. Auschwitzba került, onnan megszökött, majd ismét visszakerült, de később szerencsésen felszabadult. Elmesélek még egy történetet. Egy lányt, aki 1942. júliusában még csak 16 éves volt, a németek a többiekkel együtt kihajtották utat építeni Sztálingrád felé. Ez a lány ott akkor a lábát törte, és akkor egy magyar orvos látta el ezt a kislányt gyógyszerekkel. Segített neki a felgyógyulásban, a túlélésben. Visszagyalogoltunk szépen az 40-es évekbe. Saját bevallása szerint Keleandor operatőrt az elutazás előtt kétségek gyötörték. Vajon sikerül-e a maga valóságában megmutatni a csaták helyszíneit? Aztán megnyugodva tapasztalta, hogy csak az idő vasfoga rombolta például a futóákokat. Igazi kincseket is talált, amelyek például a detektorokkal felszerelt fémhulladék kereskedőknek értéktelenek. Még egy magyar embernek, amikor felvesz egy magyar géppuskának az ívtárát, felveszi a földről, akkor számára ez egy fantasztikus dolog, vagy amikor megtalálom azt a kölnis üveget, amit valamelyik katonatiszt vihetett magával, és én veszem fel a földről. Egyébként én azt elhoztam magammal egy relikvia gyanánt, kint van a szekrényen, teli van tömődve földdel, és hát gyakorlatilag minden nap ránézek, és látom azt, hogy ez honnan származik. Ez egy örök emlékezetet nyújt számomra. Ott van benne a tragédia abban a földben? Minden benne van. A lelkek vannak ott, nem a tragédia, a lelkek vannak ott. Ezért is volt fontos több évtized kihagyás után ismét filmformájában feldolgozni a Donkanyarban történt eseményeket. Ez annyira nem volt kibeszélve ez az egész történet, meg ez az óriási dráma, ami történt Magyarországon. Ez annyira nem volt kibeszélve, hogy nem is gondoltuk volna, hogy mit tudom, 70 év után ez még ilyen fajta érdeklődés vált ki. Ez lement ötször a televízióba, és hát például olyan meglepetés ért minket, ami egyszerűen én nem tudtam hova tenni, egy csodálatos dolog volt, akkor megjött egy bácsi, egy 70-valahány éves bácsi, akinek az édesapja a fronton volt, és írta a leveleket a mamának, a mama meg vissza. Gyönyörű szerelmes levelek, egy gyönyörű családi történet az egész, és az egész levelezést, ami 130 vagy 140 levélből áll, meg naplóból, meg minden, azt így fölkínálta nekünk. A megrázó felvételek után a dokumentumfilm utolsó kockái hozhatnak némi megnyugvást a néző számára. Az elesett honvédek emléke nem hull a feledés homályába. A messzi Oroszországban hősi temetőkben nyugszanak, ahol több tízezer név van felvésve a márványtáblákra. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség két évvel ezelőtt hozta létre a Génius Jótékonysági Alapítványt, amely felkarolta a kárpátaljai tehetséges magyar iskolásokat és diákokat. Képzéseket és a Magyar Pedagógus Szövetséggel karöltve vetélkedők sorozatát szervezték számukra. A sikeresen szereplő gyerekek magyarországi vagy kárpátaljai üdülést, táborozást nyertek. X2 egyenlő nullával, Y2 egyenlő mínusz hárommal. A Génius Jótékonysági Alapítvány tevékenysége egész Kárpátaljára kiterjed. Legfontosabb feladata megtalálni a kiváló képességű fiatalokat és támogatni a tehetségük kibontakozását. Eddig közel 5000 gyermek fordult meg a Génius 8 tehetségpontjában, amelyek Ungvártól a Szórványban lévő Aknasz Latináig megtalálhatók. Rengeteget felkészültem, és szerintem az is fontos, hogy szeressük azt, amit tanulunk, vagy amire megyünk versenyre. És például a Génius program, mentorprogramban is részt vettem, és ennek köszönhetően rengeteg olyan ismerettel gazdagodtam, amit az iskolában kevésbé tanultunk, vagy egyáltalán nem tanultunk róla. Például eleve megismerkedtünk Kárpátalja történetével. Bajusz Boglárka. Nemrég a II. Kárpátaljai Tehetségnapon osztották ki a talentum utalványokat azoknak a tanulóknak, akik valamilyen tantárgyból a vetélkedőn bekerültek az első 10 közé,
A nyeremény pedig nem más, mint egy kiadós nyári táborozás. Én a Gőce Zoárdon lettem első helyezett matematikából, én nagyon örülök neki. Most nyáron ezzel az első helyezettel mehetek Zánkára. Ez egy egyhetes tábor Magyarországon, a Balaton mellett. Hallottál már róla? Hiszen ez egy híres tábor volt korábban. Igen, tavaly is itt voltam, itt táboroztam, nagyon élveztük. Az idén közel 500 kárpátaljai magyar iskolás részesült jutalomüdülésben, közülük 160-an Magyarországon, a többiek Kárpátalján a Bethlen Gábor Alap, a Közigazgatási és Igazságügyi, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a KMPS szervezésében. Péterfalván, Beregen népzenei tábor, emellett a hagyományos Abakusz tábor, a természetismereti, a Mikes Kelemen hagyományőrző tábor, és új programok is jönnek, ilyen például a Keresztény Balázs olvasótábor, valamint a Jankovics Mária alkotó tábor, ahol a kis művészpalántáknak tudunk nyáron pihenést és mellette egy kis okulást is biztosítani. Magyarországon 7 évvel ezelőtt tartottak először tehetségnapot, amikor a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat ünneplik. Az anyaországban azóta kiszélesedett mozgalom gyűrűzött át a külhoni magyarokhoz. Fantasztikus dolog volt, hogy több száz gyereknek adhattunk át olyan okleveleket, amelyik az egész éves teljesítményüket hát próbálta itt összefoglalni, illetve megjutalmazni. Úgyhogy ez egy igazi tehetségnap volt, és nagyon örülünk neki, hogy Kárpátalján, illetve hát most az első tehetségnapot megrendezték már a Vajdaságban is idén, ugye többedik tehetségnap kerül megrendezésre Erdélyben. Nagyon örülünk, hogy ez az eszme terjed. Kárpátalján szélvész gyorsasággal, hiszen egyre több iskola kapcsolódik be a programba, a tanárok és a szülők is egyre inkább belátják a mozgalom gyakorlati fontosságát. Én nagy jövőt jósolok ennek az intézménynek, hiszen ott, ahol azok, akik tesztek, jól érzik magukat, akik kapnak valamit, szintén jól érzik magukat, ez az egész dolog, hogyha ez megy, és hál' Istennek van támogatása a magyar kormányzat részéről, hogy a nemzeti intézmény lett a Géniusz Alapítvány, akkor el fogja érni azt a célját, hogy újabb és újabb tehetséges gyerekeket vezessen tovább a tudás útján. A tudás pedig hatalom. Olyan értelemben is, hogy a jól felkészült, sokrétű információval rendelkező fiatalok könnyebben boldogulnak az életben, találnak munkát és válnak a közösségük hasznos tagjává. Kárpátalján, ahol egyre fogy a magyarok létszáma, a túlélés szempontjából ez kiemelten fontos. Tizenkét éve folyamatosan anyagi gondokkal küzd a Munkácsi Szent István Katolikus Liceum. Az ukrán államtól nem kap normatív támogatást, mivel nem állami alapítású. Az önkormányzat néha azért támogatja az iskolát, de ez közel sem elég. Az intézmény, amelyben jelenleg mintegy 50 magyar gyermek tanul, magyarországi alapítványok támogatásával működik, és még ott van a 8 éve megkezdett építkezés, amelyet nem tudnak befejezni. Ebéd az külön van, az mindenki részt vesz az ebéden. Kárpátalja több településéről érkeznek diákok, hogy megismerkedjenek a líceummal. Akad olyan is, aki az általános iskolát ukránul végezte. Hoztam a legkisebbik lányomat, Krisztinát, a liceumba, hogy magyar nyelven felvételizzen. Azt szeretném, hogy bejutna az iskolába, hogy további tanulmányait magyar nyelven végezze, mert mostanáig ukrán iskolába jár. Akarom, hogy a gyerekem vallási szinten tanuljon. Magyar iskolába szeretnék járni, mert itt van hittan, meg magyarul nekem könnyebb is beszélni, mert a családommal magyarul beszélek. A katolikus iskolába más felekezetűek is járnának, aminek természetesen nincs akadálya. Szeretnék magyar, keresztény közösségbe tanulni. És hallottam, hogy itt tanulnak katolikusok és reformátusok is, és ezért szeretnék idejönni. Ez egy olyan intézmény, ahol a tanulókat erkölcsre tanítják, ami nagyon fontos ebben a világban. Könnyen elkallódnak, rossz társába keverednek, itt pedig még tapasztalatok alapján, amiket hallottunk, akárki végzett, mindenkiből nagyon jó ember vált, felvételit nyertek különböző egyetemekre, főiskolákra, és ez a legfontosabb, hogy az ember érvényesülni tudjon az életben.
Az Egyházmegyei Szent Márton Karitas által 2001-ben alapított színvonalas oktatási intézménynek az elmúlt 10 év alatt folyamatosan meg kellett küzdenie a fennmaradásért. 2001-ben önfenntartó alapon jegyzett be minket az önkormányzat, 2004-ig támogatást az önkormányzattól egyáltalán nem kaptunk. Folyamatosan kérvényeztük, így 2004-től költségvetési pénzekből a pedagógusok kötelező óraszám szerinti bérét fizette az önkormányzat. Ez 2009-től különböző jogszabályokra hivatkozva megszűnt. Most ott tartunk, hogy van, amikor tud az önkormányzat fizetni, van, amikor kevésbé. Mivel ebben az iskolában is ukrán állampolgárok tanulnak, az államnak normatív támogatásban kellene részesíteni az intézményt, de nem teszi. Pedig ez Európa fejlettebb országaiban így működik. Nincs is ugyan megtiltva az, hogy finanszírozzák, de nem köteles finanszírozni, és akkor ugye pénzhiányra hivatkozva azt mondják, hogy ezt most nem tudják biztosítani, ezt a támogatást. Magyarország viszont fontosnak érzi, hiszen ez egy elitképző intézmény, amelyik igyekszik megtartani a nemzeti és keresztény értékeinket, és ebben igazuk is van. Ez egy nagyon fontos intézmény ilyen szempontból. 2007 óta a líceumot a magyar állam nemzeti jelentőségű intézményé nyilvánította, és folyamatosan segíti. A líceum ebben a tanévben a helyi önkormányzattól egy fél évre kapott normatív támogatást, ami a költségvetésük 15%-át teszi ki. Emellett az intézmény épülethálózatának a bővítésére is szükség van. 2005 óta építkezünk, előadóterem, étkezde, konyha, tornaterem, ez a beruházás nagyon sokba kerül. Részenként kapjuk az összeget, de minden támogatásnak nagyon örülünk. A keleti partnerség keretén belül ennek a régi épületnek a tetejét fogják átszedni, tehát ez lesz javítva. Erre megkaptuk a támogatást, hiszen itt tanulnak a gyerekek, és sajnos beázik, ezért ez is egy nagyon jó dolog. A líceumban a tanárok a tananyagot állami program szerint kötelesek oktatni. Ennek ellenére a diákok az államtól tankönyveket sem kapnak. Pedig Ukrajnában minden gyermek számára ingyenes a tankönyv, és azt csak az iskolai könyvtárakból lehet beszerezni. Tankönyvek beszerzése ez olyan módon zajlik, hogy a magyar iskola, a Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Magyar Iskola részére kiutalt magyar fordításban szereplő tankönyvek egy részét át tudjuk venni, hogyha ott felesleg mutatkozik. Hivatalosan nem kapunk semmilyen fajta könyvállományt. 10 éve próbálkozunk, hogy az állam biztosítsa a gyerekek számára a tankönyveket, sajnos nem tudtuk ezt ez idáig elérni. Az volna a jó, ha az állam úgy kezelni ezeket az intézményeket, mint a többi iskolát, amelynek ők az alapítói, így normatív támogatásba részesülhetnének a liceum diákjai is. A tanárok és a szülők sem értik, hogy az ukrán állam számára miért mostoha gyermekek a kárpátaljai keresztény líceumban tanuló tehetséges magyar gyerekek. Az oktatási intézményben jelenleg 53 diák van. A liceum egyre népszerűbb nem csak a magyarok, de az ukránok körében is. Idén a Munkácsi ukrán tannyelvű középiskolából többen jelezték, hogy a magyar katolikus líceumban szeretnének tovább tanulni. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Kísérjék figyelemmel a Magyar Szerkesztőség adásait a hét többi napján is. Ne feledjék, ha lemaradtak volna adásainkról, visszanézhetik azokat a képernyő alján látható weboldalon. Legyen szép napjuk, viszontlátásra!